A hétfő esti programra nem csak a Miklósfa környéki borászok voltak kíváncsiak. Érkeztek gazdák Cserfőről, Förhéncről és szinte az összes Kanizsa környéki szőlőhegyről. 50-60 személyre számítottunk, hát majdnem a duplája vagyunk. Közel 90-90 fölött van a létszám, hála Isten. Vida Péter már volt vendége a miklósfai kertbarátoknak. Bevezetőjében elmondta, azért is szeret Zalának ebbe a szegletébe látogatni, mert nagyon erős összetartást, a föld, a szőlő iránti ragaszkodást tapasztalja minden alkalommal. A Vida családi borbirtok mérete jelenleg 20 hektár, számos elismeréssel rendelkeznek. Vida Péter 2011-ben az év bortermelője díjat is kiérdemelte. Munkásságáról rendkívüli szenvedéllyel beszélt hallgatóságának. Mint minden a természettel foglalkozó ember, az tudja, hogy nem ő az Isten. Ő csak egy ember, akinek feladata van ezen a földön. Teszi a dolgát, aztán bizony jönnek a bunkók. Mert én, mikor már elértem azt a pillanatot, hogy leszedjük a szőlővet, és a szüret napja előtt jön egy olyan jégverés, hogy semmi nem marad a tőkén. Hát persze ilyenkor majdnem sír az ember. De ekkor tanulja meg, hogy nem ő az Isten. Ő csak egyetlen egy dologra alkalmas. A szorgalmas munkára, és figyelj, mert csak így válhatsz naggyá. Vida Péter természetesen nem érkezett üres kézzel Miklósfára. Az est résztvevői, a szekszárdi birtok szebbnél szebb borait kóstolhatták meg.